Köszöntöm Önöket! Ma az elektronikus zenéről, a fiatalok szórakozási szokásairól beszélgetünk Pödő Róberttel, művész nevén DJ Noizzal, a Pannon RTV zenei szerkesztőjével. Robi, te 94-ben kezdtél el lemezlovassággal foglalkozni. Mi vitt téged erre? Milyenek voltak annak idején az itteni trendek? Hát ez egy érdekes dolog volt, hogy én elkezdtem. Ugye nagyon sok DJ kollégám, akik ezzel foglalkoznak, úgy kezdték, hogy fiatalkorukban először suli rádióztak, stb. És aztán így szép lassan oda kerültek, hogy DJ-k lettek közönség előtt is. Nekem rögtön megadatott, teljesen szerencsének, véletlennek, nem tudom minek nevezzem azt, hogy nekem ilyenek nem voltak, mindig más csinálta a suli rádiót. Én ahogy oda kerültem egy DJ pult közelében, én rögtön fönt találtam magam, köszönhetően az édesanyámnak és annak egy DJ barátjának, ismerősének, akit megkért arra, hogy csináljon velem valamit, mert egy ilyen izgága gyerek voltam, és mindenhol ott akartam lenni, ahol ők is nem tudtak tőlem dolgozni, és folyamatosan ott lépkedtem a nyomukba, és egyszer megelégelte, és azt mondta ennek a DJ ismerősünknek, hogy vidd el a fiamat, csinálj vele valamit, ahova akarod. Ő meg megfogott, 14 éves voltam, és megkérdezte, hogy fel akarsz jönni a DJ pultba, én meg persze mondtam, gyerünk. Ez lent volt Magyar Kanizsán a strandom. És engem oda felvitt, és úgy ott ragadtam rögtön. Szóval egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a harmadik este, amikor fent álltam mögötte egész este a DJ pultba, és néztem, hogy csinálja, akkor már a negyedik este azt hiszem, hogy úgy valahogy akkor már adott egy fél órás lehetőséget, hogy amikor még nincsenek sokan, akkor én kipróbáljam ezt az egészet. Persze azt a DJ-skedést még nem úgy kell elképzelni, mint amennyire fejlett volt akkoriban a technika, kazettás magna, aztán azok az asztali CD lejátszók, amivel még mixelni nem nagyon lehetett, egymás után mentek a zenék, akkoriban más fogalom volt. Szóval én úgy kezdtem teljesen véletlen folyamán, hogy rögtön a DJ pult, és rögtön egy nagyon komoly közönség előtt. Ez Magyar Kanizsán, a Strand és a Strand Diszkó, 94-ről beszélünk, 95-ről. Nagyon, nagyon népszerű volt, és több ezer ember volt ott péntekenként, szombatonként lent. A környék félvajdaság oda járt. Úgyhogy rögtön sikerült egy óriási közönség előtt tapasztalatot szereznem, és már ez nagy dolog volt, hogy nagyon sokaknak ez nem adatott meg nekem, meg szerencsének, véletlennek köszönhetően így rögtön az ölembe pottyan, de azért persze meg kellett utána dolgozni. Aztán pedig végig dolgoztad Vajdaság legismertebb szórakozóhelyeit, mondjunk el néhányat. Hol voltak a legnagyobb bulik annak idején? Hát igen, annak idején megint csak úgy kerültem egy-két ilyen nagyobb szórakozóhelyre, mert tény, hogy mondjuk a Kanizsán az Oz Dancing Bar abban az időben 8-900 fős bulikat tartottunk hétről hétre, nagyon komoly sztár vendégekkel, akkori énekesekkel, együttesekkel, akik nagyon népszerűek voltak. Dolgoztam hétről hétre együtt Kanizsán a Stendhalban és a Budasi City Diszkóban voltam, mint rezidens házigazda, de ezeknek a nagy része is mindig szerencsének köszönhető volt az, hogy én oda kerültem, mert általában mindig jókor voltam jó helyen, amikor az egyik tulajdonos DJ-t keresett és elment az én DJ barátomhoz megkérdezni, hogy ráérne, elvállalná, hogy elmenjen neki házigazdának, és ő mondta, hogy hát nem vállalja el, de én épp ott voltam nála, és azt mondta, hogy de majd ő elvállalja. És én rögtön oda kerültem. Szóval ezek megint csak olyanok voltak, hogy jókor voltam jó helyen, hál' Istennek. Most így visszagondolom, hogy tényleg óriási szerencsém volt, hogy én akkoriban olyan idősen azokra a helyekre bekerültem, ahová azért tizenévesen nem kerülnek be DJ-k. Mondjunk egy néhány szót az elektronikus zenéről. Mit lehet erről tudni, hogyan alakult ki, és milyen hatások voltak rá így az idők folyamán? Hát igazából az, hogy az elektronikus zene nálunk hogy lett közkedvelt, visszagondolva most ugye egyeztettünk előtte egy-két kérdést, felhoztad ezt a kérdést, és úgy belegondoltam, hogy végül is tényleg hogyan szerették meg nálunk a fiatalok ezt a mai elektronikus zenét, illetve hol lehet visszavezetni ezt az egészet. Hát a 90-es évek közepén jött fel ez a dance őrület, előtte ugye a 80-as, 70-es években a rock and roll, rock volt inkább a menő, a 80-as évek végétől, 90-es évek elején jöttek a szinti pop csapatok, és ebből alakult igazából ki, hogy a 90-es évek közepére már igazi europop, eurodance zenékről beszélünk, és akkor jöttek fel ezek a nagyon közkedvelt együttesek, akik most
szert Európában, ha ilyen nagy retrofesztiválokat tartanak, a mai napig fellépnek, létezően Too Unlimited, Head the Way, Mr. President, hogyha csak azt említsem, hogy itt a környékünkön kiket lehetett Scooter látni, mind a 90-es évek elején, közepén alakultak, és azóta dübörög ez a dance őrület. Persze sok minden változott az elmúlt 20 évben, volt időszak, amikor ezek a zenék még jobban felgyorsultak, volt, amikor visszalassultak, akkor a 2000-es évek elején megint, ami a BPM-eket illeti, ott verték 138-140-en, most 128 BPM, teljesen lazak is zenék, és én szerintem most jó úgy, ahogy van ez az elektronikus zenei műfaj. Volt egy idő, mikor én is túl gyorsnak és olyannak találtam, amit a tiniken kívül nem biztos, hogy egy picit idősebb korosztály már tolerálni egy klubban. Most viszont belassultak a zenék egy olyan szintre, amire el lehet lötyögni a picit idősebbeknek is, nem kizárólag a tizenéves korosztály szeretheti ezeket a mai elektronikus zenéket. A fiataloknak a szórakozási szokásai hogyan alakultak a te pályafutásod kezdetétől a mai napig, például, hogy akkor mikor mentek el szórakozni a fiatalok, meddig maradtak, hogyan épült fel egy ilyen szórakozási este, és most ez hogy működik? Hát érdekes dolog, mert most így visszagondolva, az utóbbi években halljuk azt, hogy egyre jobban korlátozni szeretnék, vagy próbálják ilyen olyan módon korlátozni a különböző szórakozóhelyek nyitvatartási idejét és egyéb dolgokat. És a 90-es években nem voltak ilyen korlátozások, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy meghatározták volna, hogy most kettőig tarthatnak nyitva szórakozóhelyek, vagy háromig. Volt, hogy hatig dolgoztunk reggel, és világos volt, mikor befejeztük, és úgy mentünk haza, és nem voltak kimondottan, nem emlékszem rá, hogy lettek volna nagyobb rendbontások sehol. Kifáradtak az emberek, egymaguktól hazamentek, nem zavarta ki őket senki semmilyen klubból. Ma megváltozott, és azt veszem észre, hogy igazából nincs hatása neki, ellenkező hatást érnek el vele sokszor, mint amit szeretnének, mert az elképzelés nem lenne rossz, hogy nem biztos, hogy kell hatig szórakozni. De valahogy a kommunikáció a fiatalokkal nem működik jól, azok részéről, akik ilyen döntéseket próbálnak ráerőltetni a fiatalokra, nem kérdezik meg a fiatalokat, hogy ti mit szeretnétek, hanem eldöntenek valamit, vannak ilyen korlátozások, és persze legtöbbször ez az ellentétes hatást váltja ki, mert nem mennek el előbb szórakozni a fiatalok, hiába kezdődik egy diszkó előbb, és próbálhatsz bármilyen akciókkal, próbálhatod rábírni őket, hogy igenis menjenek egy órával vagy másfél előbb szórakozni, nem ilyen mennek el. Szoktak, például ingyenes belépő, ami már sokat számít, ugye mai világban 250-300 dinárok a belépők, szinte minden szórakozó helyre így körül mozognak, vagy ettől több. A mai világban, amikor nincs pénz, ez sokat számítana, mondjuk 8 és 9 óra között, például ha nem szedsz belépőt, nem jön be 50 ember se. Tehát igazából bármennyire próbálod, és nyitva vagy, sok értelme nincs nyitva lenni, nem jönnek be. Mikor pedig kezdenek szállingózni? Hát, 10 óra után mindenképp, tehát azelőtt szinte sehol, de inkább azt mondom, hogy 11 óra, és éjfél között szokott szinte minden klub jó-jó megtelni. És hát aztán az is egy másik dolog, hogy minden város, vagy minden község másképp korlátozza, és ez is egy gond, hogy egyik helyen 2-ig lehet, a másik helyen 3-ig lehet, ahol 2-ig lehet, ott is 11-kor jönnek össze az emberek, tehát hiába 2-kor végén. De 11 óra előtt is valamit csinálnak a fiatalok. Hát valamit csinálnak, igen, de hogy nem a klubokban vannak, az is biztos. Szóval valószínűleg otthon összeülnek buli előtt, beszélgetnek, kocintgatnak, nem tudod megtiltani nekik, hogy megígyanak egy-két pohárral, vagy elmennek kocsmázni előtte, és nem kizárólag a diszkókban fogyasztanak el például annyi alkoholt, amennyivel aztán a diszkóból kimennek, de nem biztos, hogy azt mind ott itták meg. Szóval próbálnak mindenhol spórolni a fiatalok. Megveszik a boltban az italt, megisszák otthon, eljönnek már jó hangulatban, a klubban megisznak egy-két italt, tehát azt ne gondolja senki, hogy ott iszták degesztre magukat. 90%-ban nem így van. A belépéskor ezt valaki ellenőrzi, hogy a fiatalok mennyire alkoholos, mámoros állapotba érkeznek meg, vagy van erre valamilyen szabály, hogy... Hát igazából akin látszik, azt persze, azt általában nem szokták beengedni egy klubban se. Tehát aki alkoholos állapotban van, és látszik is rajta, az
szinte én nem tudok a környéken olyan klubot, aki azt megengedni, hogy olyan állapotban valaki bemenjen a klubba, olyan nincs. Mennyire szervezett a diszkókluboknak a biztonsági rendszere, mennyire van ez megoldva, mennyire tudják kordában tartani a fiataloknak azt a tömegét, aki megjelenik az éppen adott esten? Hát azt fontos kordába tartani, mert itt ma már a diszkóklubokat ne úgy képzeljük el, mint régen volt 200-300-400 fős klubok, itt most már 1000 fős klubok vannak, vagy attól nagyobbak, mert a kisebbeknek egyszerűen nincs már létjogosultságuk, és minél nagyobb a klub, annál többen is vannak, ugye? Annál jobban oda kell figyelni rájuk, mert nem történhet meg, hogy ott bármilyen akár verekedés törjön ki, akár kisebb a lökdösődés már nem szabad tulajdonképpen, hogy kialakuljon, ezért nagyon fontos, hogy a biztonsági emberek erre mindre odafigyeljenek, amellett pedig szinte minden klubban kamerarendszer is működik, tehát utólagosan is lehet bizonyítani azt, hogy ki miért lett kividve, kiküldve, mert általában az történik, hogy akit eltávolítanak egy klubból a biztonságiak, mindenki ártatlan. Tehát olyan nem volt még, hogy valaki beismerje, hogy igen, jogosan széttörtem egy sörös üveget a földhöz, vágtam, mert nem tetszett a zene, vagy nem tudom mi, és kiküldtek a kidobók, mert ezért már ki kell küldeni, nincs helye törésnek, zúzásnak, bárki, aki kis cipőcskében van, belelép abba az üvegbe, elvágja a lábát, és aztán csak nagyobb probléma van belőle. Tehát az ilyeneknek sincs már helye. Tulajdonképpen kulturáltan kell szórakozni, de aki kulturáltan szórakozik, én nem hiszem, hogy valaha bárhol is bántódás lett volna. Van-e arra valamilyen szabály, hogy hány vendégre hány biztonsági embert kell használni, vagy a kidobó embereknek van-e valamilyen képzettségük arra, hogy ők emberekkel dolgozzanak? Persze, képzettség nélkül azért nem alkalmazhatsz biztonsági embert, mert hogyha alkalmazod és történik valami probléma, akkor pedig nagyon komoly büntetéseket kap minden szórakozó hely, aki olyat alkalmaz, akinek erre nincs képesítése, tehát anélkül azért nem alkalmazhatsz. Az pedig, hogy mennyi biztonsági ember kell mekkora tömegnél, arra nincs kimondott törvény, de nyilván az a cél, mindenkinek, hogy ne legyen rendbontás, tehát lehet spórolni a biztonsági embereken, de nem éri meg, és erre Magyarországon sincs törvény, Magyarországon viszont van belőle gond, mert ott viszont spórolnak a diszkó tulajdonosok a biztonsági emberen, és van, hogy 1000 fős buliban van 3 biztonsági ember, ami szinte semmit nem ér, tehát nem tudnak lereagálni komoly dolgokat. Itt a nagyobb klubokban, a környékben én azt gondolom, hogy 14-5 biztonsági ember alatt nincs, tehát attól csak több van. Tehát egyetlen... Már akkor tudnak reagálni, bármi történik igazából egy... Persze, igen, mindenkinek a fülében van egy kis headset, amivel elérik egymást, akkor is, hogyha nem látják. Tehát minden, ha valahol történik olyan részén a klubnak valami lögdösődés, ahol a többi biztonsági ember nem látja azt, aki épp azon az oldalon van, akkor beleszólnak a fülükbe, és rögtön reagálni tudnak. Tehát én nem gondolom, hogy itt a klubokban én nagyon régen nem láttam semmiféle bent klubon, falakon belül semmiféle komoly atrocitást, nagyon rég nem láttam. Amint mondtad, olyan is létezik, hogy valakinek nem tetszik a zene is, földhöz vág egy sörös üveget. Ez a te munkádra valamilyen hatással van-e? Tehát tudnak-e rád az éppen szórakozó fiatalok hatása lenni, vagy neked van egy szetted, amit arra az estére elkészítettél, és azt a műsort adod a közönségednek? Hát én nem az a DJ vagyok, aki előre elkészít egy szettet. Elgondolásaim persze mindig vannak, de hát ez a harmadik zene után mindig borul. Hát vannak olyan kollégák, akik két embernek is ugyanazt lejátszák, mintha 1000 lenne ott, és nem néznek fel a közönségre sem, tehát létezik ilyen is. De azért a legtöbb kolléga odafigyel a közönségre, hát nyilván ők vannak értünk. Tehát ha ők nincsenek, akkor mi játszhatunk, üres teremnek semmit nem ér. Nekik kell játszanunk, ki kell szolgálni a közönséget, azt kell, hogy jól érezzék magukat. Ha ők jól érzik magukat, akkor én is. Hát az abszolút kölcsönös. Én mindig odafigyelek a közönségre, az én közönségem tapsol, énekel, bulizik, ugrál, ha azt kérem tőlük. Én nagyon sokat kommunikálok velük a mikrofonban, van olyan DJ kolléga, aki nem beszél. Én azért beszélek, én az a fajta vagyok, aki azért módjával, de kommunikálok velük a mikrofonon keresztül, és nagyon oda tud tenni még a bulihoz az, hogy szólsz hozzájuk, beszélsz hozzájuk, és kéred őket, hogy tapsoljanak, sikítsanak. Nagyon hálás közönségek vannak, és igyekszek teljesen megfelelni nekik, és azt játszani, amit elvárnak tőlem.
mennyire népszerű Vajdaságban most a klub élet. Ugye volt egy időszak, amikor mindenki diszkóba járt, mindenki ilyen partikra járt. Most véleményem szerint ez kicsikét már másképp van. Te ezt hogyan látod? Igen, hát elmúltak azok az idők, amikor elég volt az, hogy nyitottál egy diszkót, és betettél egy DJ-t, és jöttek az emberek, mert hogy van egy diszkó, meg van egy DJ. Ma már nem azért mennek el az emberek diszkóba, mert nyitva van egy diszkó, hanem mert olyan programot szervezel nekik, amire érdemes elmenni. Ha nem szervezel nekik olyan programot, az nem mennek el az emberek. Hát ennyit nagyon változott a világ. Rengeteg a fesztivál, mert valahogy más feelingje van a fesztiváloknak. Ma már a fesztiváloknál is nagyon fontos a látvány. Tehát nagyon komoly pénzekért sokszor sokkal több pénzt fektetnek a látványba, a színpad, a színpadkép kinézete, a különböző speciális effektek, tüzek, vízcsóvák, tűzijátékokra és minden egyébre, mint arra, hogy milyen DJ játszom, mert ez így együtt maga a fesztivál kinézete, az arculata is fontos ahhoz, hogy jól működjön a fesztivál, talán már fontosabb lassan, mint hogy milyen DJ zenél éppen a fesztiválon. És persze egyre népszerűbbek lettek ezek a fesztiválok, az egész világon egyébként így van, és hát tulajdonképpen a diszkóknak is tartani kell valamilyen szinten a lépést velük, nem mindegy, hogy kit léptetsz fel, és mikor lépteted fel, és abszolút oda kell figyelni és lereagálni arra, hogy jelenleg kik a legkedveltebbek, és folyamatosan azokat kell hívni, mert ha nem, akkor elmennek máshova a fiatalok, mert azért konkurencia az van. Csak ugye hozzátartozik az egészhez az, hogy ma már a kis klubok azért nem tudnak jól működni, mert nagyon, nagyon drágák a fellépők. Ez az igazság. Hogy... A vajdasági klubok azok tudják-e tartani a lépést ezzel a világtrenddel? Tehát úgy a fényparkjuk, hogy mennyire felszerelt, úgy ezek a különböző effektek mennyire vannak meg, illetve tudják-e hívni ezeket a nagy neveket, akik számítanak a szakmában? Hát akik tudják hívni a nagy neveket, azok most is jól dolgoznak klubok, hát akik nem tudták, azok sajnos bezártak, mert tényleg nálunk oda kell nagyon figyelni, rengeteg, ami a fényparkot és a hangot illeti, teljesen szerintem megállják a helyüket. A klubok nagyon komoly CD lejátszóik vannak, amik világszinten is a legújabbak, szinte minden klub ilyen szempontból jól fel van szerelve, és ezzel nincs is gond. A fellépők ára pedig az egekbe szökött az elmúlt években, és anélkül, hogy számokat mondanék, hogy ki mennyibe kerülne, ezt ugye ezt nem szokás azért elmondani, de azt elmondhatom nyugodtan, hogy azok az együttesek és nagyon ismert DJ-k, akik járnak itt a környékbeli nagyobb klubokban, azok nem pár száz euróba kerülnek, hanem pár ezer, és sokszor bele se gondolnak azok, akik követelik sokszor a különböző fórumokon, hogy most ebbe a klubba hozzátok előtt, mert nagyon akarjuk, mert nem fogalmuk nincs, hogy milyen horribilis pénzekbe kerül, és hogy tudja azt aztán a klub kigazdálkodni, hogy hiába van telt ház, akkora pénzt kell kifizetni, mert ugye az mellett van egy csomó másik kiadás is a klubnak, hogy kifizesse a vendégfellépőjét, ami két óra hosszás koncert vagy DJ-set, annál több nincs, és 5-6 órát nyitva vagy, tehát előtte-utána valakinek dolgozni kell. Azokat is ki kell fizetni, és egy csomó más kiadás van, nagyon nehéz kigazdálkodni, mert nagyon kevés pénzük van az embereknek, és erre nagyon oda kell figyelni. Végezetül pedig veled kapcsolatban egy kérdés, hogy ugye te már 20 éve foglalkozol a lemezlovas szakmával. Meddig lehet ezt csinálni? Mi az a határa, meddig ezt még bírni lehet? Ugye éjszakázni kell, járni kell a terepet. Meddig tervezed még ezt a szakmádat? Hát nem tervezem, ameddig sikerül, addig csinálom. Hál' Istennek rengeteg a fellépésem, és az elmúlt 3-4 évben megint volt. Mindig van időszakonként olyan érzésem, hogy most már kifáradtam, és lassan abba hagyom, aztán mindig átlendülök rajta, de hát ez szerintem mindenkinél így van, akik művész emberek, hogy eljönnek olyan időszakok, amikor nincs kedved, és azt mondod, hogy most már kiöregettem, vagy elfáradtam benne, aztán megint jön valami, ami miatt azt mondod, hogy nem, ne vicceljünk, átment rajtam. Olyan sok felé léptem fel az elmúlt években, hogy és hál' Istennek olyan helyekre sikerült eljutnom,
ahová 10-15 évvel ezelőtt csak vágyakoztam, és nem gondoltam volna, hogy valaha ebbe, meg ebbe a klubba, ilyen, meg ilyen fesztiválon fellépjek, és az elmúlt években meg ez így összejött, voltam Ukrajnában, nem olyan rég fellépni, voltam Szlovákiában, Exit Fesztiválon, ami azért nagy dolog, rengeteg más fesztiválon Magyarországon is, idén is megyek fesztiválokra, tehát tulajdonképpen az egész nyaram szeptemberig minden hétvégén már most foglalt. Úgyhogy azt mondhatom, hogy jól megy, csináljuk persze, amellett, hogy én adom a nevemet egy-egy bulihoz, az ma már nem elég egy DJ-nek, tehát kell produkciót is nyújtani, kell csinálni az mellé valamit, amiatt felfigyelnek rá, mi ezért csináljuk a saját produceri munkákat és zenéket, remixeket. Most már DJ Harmat barátommal, kollégámmal Szegedről 8 éve dolgozunk együtt különböző saját dolgokon, remixeken is, és ezt mind a mi fellépésünk mellé tesszük, és tudják az emberek a nevünket hová kötni, hogy ó, ezt a zenét remixelték, azt a zenét ők csinálták, és most már annyira népszerűek a zenéink, hogy nagy komoly kiadóknál meg is jelentek. Most már hangszerelgetünk különböző más előadóknak, tehát mi csináljuk teljesen a hangszerelését zenéknek, amit szintén kiadtak már, úgyhogy azt mondhatom, hogy egyre többen keresnek meg bennünket. Ilyen nagyon fontos dolog, és nem elég ma már DJ-nek lenni, mert ma már DJ-ből rengeteg van, minden második fiatal DJ, vagy azt szeretne lenni. Nem egyszerű dolog, nagyon sok munka van vele. Robi, én azt kívánom neked, hogy továbbra is találjanak meg ezek a munkák, és továbbra is a pályafutásod fölfelé íveljen. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra.